Szinte minden napra jut egy reménykeltő hír gyógyszerről, vakcináról, amivel a Covid-ot lehet gyógyítani vagy megelőzni. Kapcsolunk Letoha Tamás kutatóorvoshoz Szegedre. Jó napot kívánok! Jó estét kívánok! Arra kérem, hogy egy nagyon picit lépjünk vissza. Azt tudjuk már egyáltalán, hogy ki betegszik meg és miért, doktor úr? Igazából ez a betegség hátterében nem szükséges csupán a vírusfertőzés, mert a tüneteket azt egy ilyen anafilaxiás, sokra jellemző, ilyen asztmás roham okozza. Az, hogy kiben váltódik ki ez a reakció, az leginkább az immunrendszer állapotától is nagyban függ. Tehát azért egy épp immunrendszerrel rendelkező embereknél kevésbé jellemző, mint az idős és legyengült immunrendszert okozó alapbetegségek. És sokkal több a férfi, mint a nő? Hát ezek azok a kérdések, amit a tudományban még meg kell válaszolnunk. Egy nagyon fontos kérdés még, ugye itt különféle erősségű lehet ez a megbetegedés, van, akit jobban igénybe vesz, van, akit kevésbé. Igen. Miután meggyógyult valaki, az, aki jobban benne volt a betegségben, az védettebb lesz, mint aki csak egyszerűen átment? Ezt azért nagyon nehéz megmondani, mert még nem áll rendelkezésre elég adat. Az biztos, hogy azok a vírusfertőzöttek, akiknél tünetmentesen lezajlik, az természetesen hát az immunrendszer az jobban legyőzte. Ugyanakkor azért azt se lehet ugye kizárni, hogy ezek a vírusok fejlődnek, tehát változnak, és ugye ez a koronavírusok, ez az, amit ugye a média szenzáció hajhászása sajnos elnyom, hogy a koronavírusok már velünk vannak. Tehát gyakorlatilag a megfázások 15-30%-áért idáig is a koronavírusok voltak felelősek. És a koronavírusokra jellemző az, hogy ha több koronavírus jelen van a szervezetben, azok képesek rekombinálni, tehát kombinálódni, és új fajták alakulnak ki. Tehát azt nagyon nehéz megmondani, hogy most mi lesz az, hogyha ebből a koronavírus járványból kijövünk, de az biztos, hogy aki tünetmentesen átvészeli, vagy kis enyhe tünetekkel, az természetesen erre a vírus típusra sokkal védettebb lesz, mint mások. Ők azok, akiknek a vérében nincsen antitest? Tegnap itt volt vendégként a Testnevelési Egyetem rektor helyettes, és pont erről a plazma transfúzió, vagy plazma átvitelről beszéltünk. Nem. És azt mondta, hogy sok embernek egyáltalán nincs a vérében antitest. Hát de azért általában azok, akik ezt a vírussal megfertőződtek, azokba antitest, tehát az az antitest, az az immunvédekezés alapja. Tehát az ahhoz, hogy egy vírus lenyomja a szervezetünk, tehát elnyomja a fertőzést, azt ahhoz kellenek az antitestek. És ugye a legmodernebb kutatások azok arra irányulnak, hogy azok, akik átestek a fertőzésnek, aznak a plazmájából kivonják az antitesteket, és beadják a súlyos betegség koronavírus fertőzötteknek. Tehát az antitest az alapvetően szükséges ahhoz, hogy a szervezet legyőzze a vírust. Jó, de ugye ezek az antitestek bizonyos ideig vannak a vérben. Amikor eltűntek belőle, akkor ő esetleg újra megfertőződhet? Igen, de a vírus, de utána az immunsejtek újabb képesek termelni antitesteket, tehát ezt az antitest az folyamatosan termelődik az immunsejtek által. Tehát az immunitásnak pont az az alapja, hogy nagyon gyorsan újra képes antitestet termelni a vírus ellen. A szervezet. Aki meggyógyult, az mikor mehet vissza dolgozni? Már csak azért kérdezem, mert a gazdaság szempontjából ez rendkívül fontos, hogy az ember hogy újra el tudjon indulni. Hát természetesen ugye azt szokták mondani, hogy ahhoz, hogy valaki teljesen meggyógyultnak tekinthető legyen, az, hogy nem maradjon vírus a szervezetébe. Gyakorlatilag ugye most az is a nagy probléma a jelenlegi vírustesztekkel, hogy eléggé, hogy is mondjam, megbízhatatlanok. Tehát ugye a tünetek lecsökkenését követően, tehát általában ugye 2 hetet szoktak javasolni, hogy az az időszak, ami a tünetek csillapodása után biztos szükséges ahhoz, hogy a szervezet leküzdje a vírus. Hát kivéve ugye, akik sokkal rosszabbul vannak, mert náluk ez sokkal hosszabb is lehet. Ez a plazma transfúzióval egy nagyon rövid kérdésem lenne, csak ez nyilván nem lehet tömeges, ugye, hiszen emberből kell levenni ezt a plazmát, tehát akkor ez egy ilyen átmeneti terápiának tekinthető addig, amíg nem lesz gyógyszer? Fantasztikus dolgokra képes az modern orvostudomány. Tehát ilyet azért nem... Most jelenleg az antitest terápiák forradalmát éljük. Nagyon sok
jelenleg is használt rákterápiába, immunológiai terápiába használunk antitest terápiát. Ezek gyakorlatilag hasonló módon készülnek. Tehát én azt gondolom, hogy nem lehet ilyet mondani. Valószínűleg ilyen forradalmi terápiákat is alkalmaznak, de biztos, hogy egy olcsóbb terápiás megoldás mellett fogják lerakni a voksukat a gyógyszergyárak. Letóha Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.